A kisdelki általános iskolában tartották a Kazincziró elnevezett Szép Magyar Beszéd területi versenyét. Az ott szereplő diákokat tekinthetik meg. Korzánszki Rihárd, nyelvhasználat és erkölcsi felelősség. A szó hozzátartozik az ember lényegéhez, gondolatot, érzést közvetít. A kapcsolat felvételének, megtartásának, a közösség teremtésének elengedhetetlen tényezője. Amikor a másik emberrel a kimondott vagy leírt szó segítségével kapcsolatot teremtek, magamból adok a másik embernek valamit. A kimondott szóval megszólítok, a másik embernek tudomására hozom, hogy közöm van hozzá, hogy közünk van egymáshoz. A hazugság a legsúlyosabb bűnök közé tartozik, amikor az ember nem meri vagy nem akarja vállalni önmagát. Amikor el akar menekülni a valóság elől, akkor hazudik. Amikor a nyelvet nem arra használja, amire kaptuk, a közösség teremtésre. Nem hiába hangsúlyozták már a régi bölcselők is az igaz, a jó, a szép fontosságát. A nyelv, bár én használom, nem az enyém. A közösségtől örököltem, egy családtól. Úgy hozzám tartozik, mint a gyermek az anyjához. Aki nem ismeri az anyanyelvét, nem is képes arra, hogy jól használja. Aki nincs tisztában az élete értelmével, aki önmagában nem tud mit kezdeni, nem fog törődni azzal, miként is szólaljon meg. A világot birtokba venni az anyanyelvemen tudom. Tiszta, világos ismereteink legyenek a világról, a valóságról. Nem nekem, magamnak kell felfedeznem az egész világot. Akik előttem jártak, sok mindent feltártak már belőle. Aki nem olvas, az gondolkodni sem tud. Olvasni kell, sokkal többet, mint amennyit olvasunk. És nem csak szakirodalmat, szép irodalmat is olvast, is kell olvasni. De nem elég olvasni. Sok olyan értéket magába sűrítő szöveg van az írott magyar nyelvnek, amelyből szó szerint kellene tudni idézni, például könyv nélkül tudni verseket. Ha közös kincseink vannak, ha ugyanazt ismerjük irodalmunkból, hamarabb eljutunk oda, hogy félszóból is értjük egymást. Példaképekre volna szükség, akikre fel lehet nézni, nem pedig bálványokra, akiket utánoznak sokan. Közvetlen környezetünkben megvannak ezek a példaképek, azok, akiknek nem mindegy, hogyan beszélnek. Figyeljünk fel az igényességünkre, és tanuljunk tőlük. Korzánszki Richard, nyelvhasználat és erkölcsi felelősség. A szó hozzátartozik az ember lényegéhez, gondolatot, érzést közvetít. A kapcsolat felvételének, megtartásának, a közösség teremtésének elengedhetetlen tényezője. Amikor a másik emberrel a kimondott vagy leírt szó segítségével kapcsolatot teremtek, magamból adok a másik embernek valamit. A kimondott szóval megszólítok, a másik embernek tudomására hozom, hogy közünk van hozzá, hogy közünk van egymáshoz. A hazugság a legsúlyosabb bűnök közé tartozik. Amikor az ember nem meri, vagy nem akarja vállalni önmagát, amikor el akar menekülni a valóság elől, akkor hazudik. Amikor a nyelvet nem arra használja, amire kaptuk, a közösség teremtésre. Nem járva hangsúlyozták már a régi bölcselők is az igaz, a jó, a szép fontosságát. A nyelv, bár én használom, nem az enyém. Egy közösségtől örököltem, egy családtól. Úgy hozzám tartozik, mint a gyermek az anyjához. Aki nem ismeri az anyanyelvét, nem is képes arra, hogy jól használja. Aki nincs tisztában az élete értelmével, aki önmagával nem tud mit kezdeni, nem fog törődni azzal, miként is szólaljon meg. A világot birtokba venni az anyanyelvemen tudom. Tiszta világos ismereteink legyenek a világról, a valóságról. Nem nekem, magamnak kell felfedeznem az egész világot. Akik előttem jártak,
Sok mindent feltártak már belőle. Aki nem olvas, az gondolkodni sem tud. Olvasni kell sokkal többet, mint amennyit olvasunk. És nem csak szakirodalmat, szép irodalmat is kell olvasni. De nem elég olvasni. Sok olyan értékeket magába sűrítő szövege van az írott magyar nyelvnek, amelyből szó szerint kellene tudni idézni, például könyv nélkül tudni verseket. Ha közös kincseink vannak, ha ugyanazt ismerjük irodalomunkból, hamarabb eljutunk oda, hogy félszóval is értjük egymást. Példaképekre volna szükség, akikre föl lehet nézni, nem pedig bárványokra, akiket utánoznak sokan. Közvetlen környezetünkben megvannak ezek a példaképek, azok, akik nem mindegy, hogyan beszélnek. Figyeljünk fel az igényességükre, és tanuljuk tőlük. Korzenszky Richárd, nyelvhasználat és erkölcsi felelősség. A szó hozzátartozik az ember lényegéhez, gondolatot, érzést közvetít. A kapcsolat fölvételének, megtartásának, a közösség teremtésének elengedhetetlen tényezője. Amikor a másik emberrel a kimondott vagy leírt szó segítségével kapcsolatot teremtek, magamból adok a másik embernek valamit. A kimondott szóval megszólítok, a másik embernek tudomására hozom, hogy közön van hozzá, hogy közünk van egymáshoz. A hazugság a legsúlyosabb bűnök közé tartozik. Amikor az ember nem meri, vagy nem akarja vállalni önmagát. Amikor el akar menekülni a valóság elől, akkor hazudik. Amikor a nyelvet nem arra használja, amire kaptuk, a közösség teremtésre. Nem hiába hangsúlyozták már a régi bölcselők is az igaz, a jó, a szép fontosságát. A nyelv, bár én használom, nem az enyém. Egy közösségtől örököltem, egy családtól. Úgy hozzám tartozik, mint a gyermek az anyjához. Aki nem ismeri az anyanyelvét, nem is képes arra, hogy jól használja. Aki nincs tisztában az élete értelmével, aki önmagával nem tud mit kezdeni, nem fog törődni azzal, miként is szólaljon meg. A világot birtokba venni az anyanyelvemen tudom. Tiszta, világos ismereteink legyenek a világról, a valóságról. Nem nekem, magamnak kell felfedeznem az egész világot. Akik előttem jártak, sok mindent feltártak már belőle. Aki nem olvas, az gondolkodni sem tud. Olvasni kell sokkal többet, mint amennyit olvasunk. És nem csak szakirodalmat, szép irodalmat is kell olvasni. De nem elég olvasni, sok olyan értékeket magába sűrítő szövege van az írott magyar nyelvnek, amelyből szó szerint kellene tudni idézni, például könyv nélkül tudni verseket. Ha közös kincseink vannak, ha ugyanazt ismerjük irodalmunkból, hamarabb eljutunk oda, hogy félszóval is értjük egymást. Példaképekre volna szükség, akikre föl lehet nézni, nem pedig bálványokra, akiket utánoznak sokan. Közvetlen környezetünkben megvannak ezek a példaképek, azok, akiknek nem mindegy, hogyan beszélnek. Figyeljünk fel az igényességükre, és tanuljunk tőlük. Korszenszky Richárd, nyelvhasználat és erkölcsi felelősség. A szó hozzátartozik az emberi lényegéhez. Gondolatot, érzést közvetít. A kapcsolat fölvételének, magatartásának, a közösség teremtésének elengedhetetlen tényezője. Amikor a másik emberrel a kimondott vagy leírt szó segítségével kapcsolatot teremtek, magamból adok a másik embernek valamit. A kimondott szóval megszólítok, a másik embernek tudomására hozom, hogy közön van hozzá, hogy közünk van egymáshoz. A hazugság a legsúlyosabb bűnök közé tartozik. Amikor az ember nem meri, vagy nem akarja vállalni önmagát, amikor el akar menekülni a valóság elől, akkor hazudik. Amikor a nyelvet nem arra használja, amire kaptuk, a közösség teremtésnek. Nem hiába hangsúlyozták már a régi bölcselők is, az igaz, a jó, a szép fontosságát. A nyelv, bár én használom, nem az enyém. Egy közösségtől örököltem, egy családtól. Úgy hozzám tartozik, mint a gyermek az anyjához. Aki nem ismeri az anyanyelvét, nem is képes arra, hogy jól használja.
Aki nincs tisztában az élete értelmével, aki önmagával nem tud mit kezdeni, nem fog törődni azzal, miként is szólaljon meg. A világot birtokba venni az anyanyelven nem tudom. Tiszta, világos ismereteink legyenek a világról, a valóságról. Nem nekem, magamnak kell felfedeznem az egész világot. Akik előttem jártak, sok mindent feltártak már belőle. Aki nem olvas, az gondolkodni sem tud. Olvasni kell sokkal többet, mint amennyit olvasunk. S nem csak szép szakirodalmat, szép irodalmat is kell olvasni. De nem elég olvasni. Sok olyan értékeket magába sűrítő szövege van az írott magyar nyelvnek, melyből szó szerint kellene tudni idézni, például könyv nélkül tudni verseket. Ha közös kincseink vannak, ha ugyanazt ismerjük irodalmunkból, hamarabb eljutunk oda, hogy félszóból is értsük egymást. Példaképre volna szükség, akikre föl lehet nézni, nem pedig bálványokra, akiket utánoznak sokan. Közvetlen környezetünkben megvannak ezek a példaképek, azok, akiknek nem mindegy, hogyan beszélnek. Figyeljünk fel az igényességükre, és tanuljunk tőlük. A Kisteleki Nyugdíjas Klub nőnapi műsorát tekinthetik meg.
Sándor, teszked a bokor. Teszked a bokor, mert madárka szállod rá. Reszked a lelkem, mert eszembe jutottál. Eszembe jutottál kicsi kis leányka, te a nagyvilágnak legnagyobb kémánya. Teli van a Dunatán még ki is szalad, szívemben is nagyobb fél meg az indulat. Szeretsz rózsa szállam, én ugyan szeretlek, apád, anyád nálam jobban nem szeretett. Mikor együtt voltunk, tudom, hogy szeretnél, akkor meleg nyár volt, most tél van, hideg tél. De ha már nem szeretsz, az Isten áldjon meg. De ha még szeretsz, úgy ezerszer áldjon meg. Kisteleki Család és Gyermekjóléti Központ kezdeményezésére Varga Dóra előadásában hallhatnak egy mesét. Kedves gyerekek, kicsik és nagyok! A mai napon elérkeztünk Meseország következő állomásához. Hallgassátok figyelemmel Boldizsár Ildikó meséjét, melynek címe A nyuszi, aki mindig éhes volt. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kicsi zöld mező, és a kicsi zöld mezőben egy hatalmas nyúlüreg. Káposzta levelekből készült vastag függöny védte a bejáratot, hogy ne lehessen könnyen észrevenni, mert csinos kis otthon rejtőzködött mögötte. Káposztatorzsából faragott székek, sárgarépából készült evőeszközök, fakérekből és gyökerekből összekábált ágyikók álltak odabent. Mindenből éppen 7. Itt éldegélt nyuszi mama, nyuszi papa, meg az 5 nyúlgyerek. Ingo, Bingo, Ugri, Bugri és Benedek. Nyuszi mama minden reggel megfésülte a nyuszi gyerekek sejmes bundáját, finom reggelit adott nekik, aztán nyuszi papa segítségével sorba állította őket a kijárat előtt. Ingo, Bingo, Ugri, Bugri és Benedek, számolta meg őket. Indulás! Azzal mind a heten kiugrabugráltak a kicsi zöld mezőre. Egész napot hancúroztak. Nyuszi papa és nyuszi mama megtanította a nyuszi gyerekeket bukfencezni, fülüket hegyezni, figyelni, szimatolni és mindenkinél gyorsabban futni. A gyerekek mindent megjegyeztek, amit nyuszi papa és nyuszi mama mondott nekik, hogy egyszer majd ők is olyan ügyes nyulak lehessenek, mint ők. Bukfenc! Kiáltott a nyuszi papa, és akkor mind az 5 gyerek bukfencezni kezdett. Bukfencezésből Ingó volt a legjobb. Fülhegyezés! Kiáltotta most nyuszi mama, és akkor mind az 5 gyerek magasra emelte hosszú fülét, úgy hallgatták, mi történik a mezőn. A fülhegyezés bajnoka Bingó volt. Figyelés! Tapsolt egyet nyuszi papa, mire mind az 5 alaposan körbenéztek. Én egy rókát látok a fa mögött, suttogta Ingó. Én egy harkályt a faágon, mondta Bingó. Én egy szarvasbogarat a fű között, szólt Ugri, akinek a figyelés ment a legjobban. Én meg lepkét a virágokon, kiabálta Bugri. Én salátaleveleket látok, mondta Benedek, mire mindenki nevetni kezdett. Benedek nagyon szeretett enni, és mindig csak az ennivalókon járt az esze. Futás! Hallatszott az újabb vezényszó, és a gyerekek neki iramodtak a mezőnek. Futottak, ahogy a lábuk bírta. A futásban Ugri volt a legügyesebb. Célbaérés után a gyerekek fáradtan dőltek egymásra, és alig várták, hogy nyuszi papa kiadja az utolsó feladatot. Szimatolás! Kiáltotta végre nyuszi papa, és a gyerekek tudták, hogy elérkezett az ebéd ideje. Körbe szimatolták a mezőt, hogy ehető táplálékot találjanak maguknak. A szimatolásban és az ennivaló keresésben
Benedek volt a legjobb. De ha nem lett volna mellette Nyuszi papa, mindent megevett volna, ami elébe kerül. Nyuszi papa türelmesen tanítgatta mindig éhes fiacskáját. Azt mondta neki, ide figyelj, Benedek, csak akkor maradsz egészséges, ha megtanulod, melyik az ehető és melyik a mérgező növény. Ha nem tudod őket megkülönböztetni, megbetegszel, és nem jöhetsz velünk bukfencezni, futkározni, fület hegyezni, figyelni és szimatolni. A nyuszi gyerekek nyuszi papa köré gyűltek, úgy hallgatták. Ez itt a pásztortáska, mutatott nyuszi papa egy növényre. Ebből nyugodtan ehettek. De ezt, mutatott egy másikra, sosem szabad megkóstolnotok. Vadrepcének hívják, és ha esztek belőle, szörnyen megfájul a hasatok. Ingo, Bingo, Ugri, Bugri és Benedek megjegyezte nyuszi papa minden szavát. Megtanulták, hogy bátran ehetnek a száraz füvekből, a fakérekből, sőt, a gyökerekből, pitypangból, tyúkhúrból, papsajtból és kutilapuból is, mert ezek egészségesek a nyulak számára. Messzire kell kerülniük azonban a páfrányokat, a parlagfüvet és a mérges gombát, mert ezek megbetegítik őket. Igen ám, de Benedek folyton éhes volt, és amikor valaki éhes, nem mindig jut eszébe, hogy okosan cselekedjen. Benedek titokban egyre többet és többet evett, és minél többet evett, annál ügyetlenebbé vált. Már alig tudott bukfencezni, futni, s egy napon a nyúlüreg kiáratán is alig fért ki. De szimatolásban és az ennivaló keresésében még mindig ő volt a legügyesebb. Egy napon nyuszi papa megmérte Benedeket a káposzta mérlegen, és azt mondta nyuszi mamának, Benedek egészsége veszélyben forog, ha nem akarjuk, hogy megbetegedjen, oda kell figyelnünk arra, hogy mit és mennyit eszik. Lassan kétszer annyi a súlya, mint a testvéreinek, és a sok édességtől a fogai is kezdenek tönkre menni. Mi lesz vele fogak nélkül? És hogy fut el a róka elől, ha mozogni is alig tud? Attól kezdve nyuszi mama még jobban odafigyelt Benedek ételeire. Ám egy reggel különös dolgot vett észre. Eltűntek a konyhából, a sárga répából faragott kanalak. Másnap eltűntek a villák is. Harmadnapra nem találta kedvenc káposztatorzsából készült székét. Negyedik nap Ugri ágyikója dőlt össze, mert eltűntek a lábai. Ki vihette el ezt a sok mindent? Morfondírozott magában. Hamarosan azonban kiderült, hogy mi történt a nyúlüregben. Egy napon nyuszi mama a konyhában találta Benedeket, amint éppen mohon rágcsálja a sárga répa merőkanalat. Éppen nekiállt volna a sütőtök asztalnak, de nyuszi mama gyorsan eltolta előle. Aztán behívta Ingót, Bingót, Ugrit és Bugrit a konyhába, és azt mondta nekik. Most már látom, hogy csak együtt segíthetünk Benedeknek abban, hogy visszanyerje a régi súlyát. Ti olyan ügyesen tudtok futni, ugrálni és bukfencezni. Igazán gyakorolhatnátok egy kicsit Benedekkel. A testvérek megtanácskozták a dolgot, és azt mondták nyuszi mamának. Eszünkbe jutott, hogyan segíthetnénk Benedeknek. Megtanítunk neki egy új játékot. Azzal megragadták testvérüket, és kituszkolták a konyhából. Az új játék a foci volt. Benedek egy-kettőre megtanulta a játékszabályokat, és boldogan kergette a labdát. Hiszed vagy sem, de hamarosan focizásban is ő lett a legügyesebb. A Magyar Költészet napi alkalmából Jenei Norbert előadásában hallhatnak verseket. József Attila, Óda. Itt ülök csillámló sziklafalon.
Az ifjú nyár könnyű szellője, mint egy kedves vacsora melege szál. Szoktatom szívemet a csendhez, nem oly nehéz. Ide serelik, ami tova tűnt, a fej lehajlik és lecsüng a kéz. Nézem a hegyek sörényét, homlokot fényét, villantja minden levél. Az úton senki, senki. Látom, hogy meglebbenti szoknyád a szél. És a törékeny lombok alatt látom előre biccenni hajad, megrezzeni lágy emlőidet, és amint elfut a színvapatak, én újra látom, hogy fakad a kerek, fehér köveken, fogaidon a tündér nevetés. Ó, mennyire szeretlek téged, ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben, cseleid szövő, fondor magányt s a mindenséget. Ki, mint vízesés öndön robajától, elválsz tőlem, és halkan futsz tova, míg én életem csúcsai közt a távol közelében zengem, sikoltam, verődve földön és égbolton, hogy szeretlek, te édes mostoha. Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint mélyüket a hallgatag vermek. Szeretlek, mint a fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat. Szeretlek, mint élni szeretnek halandók, amíg meg nem halnak. Minden mosolyod, mozdulatod, szavad, őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld. Elmémben, mint a fénybe a savak, ösztöneimmel belemartalak. Te kedves, szép alak, lényed ott minden lényeget kitölt. A pillanatok zörögve elvonulnak, de te némán ülsz fülemben. Csillagok gyúlnak és lehúlnak, de te megálltál szememben. Ízed, miként a barlangban a csend, számban kihűlve leng, s a vizes poháron kezed, rajta a finom erezet, fölföldereng. Ó, hát miféle anyag vagyok én, hogy pillantásod metsz és alakít? Miféle lélek és miféle fény, s ámulatra méltó tünemény, hogy bejárhatom a semmiség ködén termékeny tested lankás tájait? És mint megnyílt értelembe az ige, alászállhatok rejtelmeimbe. Vérköreid, miként a rózsabokrok reszketnek szüntelen, viszik az örök áramot, hogy orcádon nyíljon ki a szerelem, s méhednek áldott gyümölcse legyen. Gyomrod érzékeny talaját a sok gyökerecske át meg áthímezi, finom fonalát csomóba szőve bontja bogját, hogy ne dűjdett sejtje, gyűjtse sok raját, s lombos tüdőd szép cserjéi saját dicsőségüket suttogják. Az örök anyag boldogan halad benned a belek alagútjain, és gazdag életet nyer a salak a buzgó vesék forró kútjain. Hullámzó lombok emelkednek, csillagképek rezegnek benned, tavak mozdulnak, munkálnak gyárak, sürög millió élő állat, bogár, hinár, a kegyetlenség és a jóság, napsüt, homályló északi fényborong, tartalmaidban ott bolyong az öntudatlan örökkévalóság. Mint alvat vérdarabok, úgy hullnak eléd ezek a szavak. A lét dadog, csak a törvény, a tiszta beszéd. De szorgos szerveim, kik újjászülnek napról napra, már fölkészülnek, hogy elnémuljanak. De addig mind kiált, kit 2000 millió embernek sokasságából kiszemelnek, te egyetlen, te lágy, bölcső, erős, sír, eleven ágy, fogadj magadba. Milyen magas-e hajnali ég, seregek csillognak érceiben. Bántja szemem a nagy fényesség, el vagyok veszve, azt hiszem. Hallom, amint fölöttem csattog, ver a szívem. József Attila, íme hát megleltem hazámat. Íme, hát megleltem hazámat, a földet, ahol nevemet hibátlanul írják fölémbe, ha eltemet, ki eltemet. E föld befogad, mint a persely, mert nem kell, mi is sajnálatos, a háborúból visszamaradt 20 filléres, a vashatos. Sem a vasgyűrű, melybe vésve a szép szó áll, hogy új világ, jog, föld. Törvényünk háborús még, s szebbek az aranykarikák. Egyedül voltam én sokáig, majd eljöttek hozzám sokan. Magad vagy, mondták, bár velük voltam volna én boldogan. Így éltem, s voltam én hiába, megállapíthatom magam. Bolondot játszottak velem,
s már halálom is hasztalan. Mióta éltem, forgószélben próbáltam állni helyemen. Nagy nevetség, hogy nem vétettem többet, mint vétettek nekem. Szép a tavasz, és szép a nyár is, de szebb az ősz, s legszebb a tél. Annak, ki tűz helyett családot, már végképp csak másnak remél. Megkövült időben, saját vers. Elárvult madáretetők őrzik még a lágy tavaszt, kondulmos bennük sok megfagyott kékű dallam. Lelkem piramisában fáraók húzzák a ravaszt, s hieroglif hangom a sivatagba illan. Múmiaszagú években nem lassan keringenek, útvesztő falakat eleget kapartam már. Gyolcsal átszült pókhálós tagadások, rút igenek, Moíze dűnék közt mumifikálásra vár. Konzervált fájdalmak előszöknek belőlem sorban, ahogy forog körbe a szél síró kultusza, s a homokká feszült időben, évezedes porban kitárul életem balzsamos kanopusza. Hiányzol, édesanyám, saját vers. Nem felelsz, ha olvassák a névsort, se arcod, se kezed sem mosolyog. Ebben a rongyízű világban én kutatlak csupán, hisz árvád vagyok. Hiányod halovány hegyei közt, bolyongva, fájva egyre csak kereslek. Jajongó imám zsoltáros hamvai rám égnek, én mégis élőnek nevezlek. Az nem lehet, hogy koszorús lényed minden mirtusza ködökbe vesszen, hisz sejtmagvaid által áldott virága azért fakadt, hogy engem növesszen. Végre kimondom, igen, százszor, ezerszer, hiányzol, édesanyám, hiányzol mindig. Amíg csak mozog bennem a lélek, emléked ápolom, cipelve a sírig. Ott, majd igen ott, leteszem a terhet, márvány mázsák súlya s a fáradt szavak elemi erővel törnek akkor fel, s vizükkel kitisztulnak a lélektavak.